Fabrizio Bertone bíboros papságra való felkészülése, akár csak sok más papé is, visszatükrözte a fiatalok iránti szeretetnek azt a légkörét, amely olyannyira jellemző a szalézi oratóriumokra. A H2O News-nak adott interjújában a bíboros mély érzésekkel számol be arról, hogy ki segítette őt a hivatásra való felkészülés során. In modo speciale i salesiani educatori e all'inizio. Különösképpen a szalézi nevelők, és kiemelten a szalézi novícius mester. 4 hónappal meghosszabbítottam a novíciátust, mert túl fiatal voltam. A novíciátust rendes esetben 15 éves korban kezdték meg, és 16 évesen fejezték be, az első ideiglenes fogadalom letételével. Én még nem voltam 15 éves, amikor 1949. augusztus 16-án beléptem a noviciátusba, így meghosszabbítottam azt a 16. születésnapomig, 1950. decemberéig. Akkor tettem le az első fogadalmamat. Ezt követően a Szalézia kísértek továbbra is, valamint kiváló tanáraim. El kell mondanom, hogy kezdetben tanácsot kértem egy 84 éves paptól, aki a segítő Szűz Mária bazilikájának főoltára mögött gyóntatott. Elfogadjam-e a hivatást? Hozzájártam rendszeresen gyónni, és ő igen értékes tanácsokat adott. Ezt mondta nekem. Nézd, mivel ez egy igen nagy feladat, jól fel kell rá készülnöd. Azonban jusson eszedbe, hogy én már 60 éve pap vagyok, és még soha nem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam. Ekkor, ezáltal a tanúságtétel által is megerősítve, folytattam utamat, még ha olykor vissza is gondoltam a múltra, s a hazatérés nehézséget is jelentett. Azonban a szüleim ezt mondták. Most végig csinálod a tanulmányok teljes rendjét, mert te döntöttél így. A végén majd érettebb döntést hozhatsz. Végül úgy döntöttem, hogy folytatom az utat a papszentelésig, amelyre 1960. július 1-én került sor. Fino all'ordinazione sacerdotale che è avvenuta il 1 luglio 1960. Mi volt a szerepe ebben a készületben a szalézi család alapítójának, Boszkó Szent Jánosnak? Certamente Don Bosco è stato un modello straordinario di sacerdozio e i suoi seguaci, i suoi figli. Don Bosco valóban a papság kivételes példája, és úgy érzem, hogy követői, fiai, akik tanáraim, nevelőim voltak, jól képviselték őt. Értékes tanúságtételt nyújtottak nekem, amely felgyújtotta a szívemben a vágyat, és arra indított, hogy ezt az utat kövessem. Ezután Don Bosco már mindig is jelenvaló maradt az életemben. Elkísért engem a papságra való készülés idején, de a papszentelésen túl is, mindazon megbízatások során, amelyek szaléziként végül a Pápai Szalézi Egyetem rektoraként Rómában betöltöttem. Ez idő alatt magam is előjárója lettem számos olyan fiatalnak, aki a papságra készült. Azután püspöki életemet is vezette. Előbb Vercelli, majd Genova érsekeként, sőt még ma is, államtitkárként, a pápa legközvetlenebb munkatársaként. Don Bosco arra tanított, hogy legyek hűséges a pápához, adjam életemet a pápáért és az egyházért. Minden korlátom ellenére teljes erőmmel erre törekszem. La mia vita per il Papa e per la Chiesa, cosa che cerco di fare con i miei limiti, ma con tutte le forze.